főbb híreink. Szent István király életműve arra emlékeztet minket, hogy van mit veszítenünk, és ezért van is mit megvédenünk, mondta a Varga Tamás. Háromnapos programkavalkáddal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából. Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a jövő héten Izraelbe utazik. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök aláírta, meghosszabbítják a hadi állapotot és az általános mozgósítást, elmarad a választás. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Heti TV híradóját látják, belföldi híreink. A koronavírus járvány nem csak a kommunikációt és a kereskedelmet terelte az internet felé, de sajnos a bűnözők is átszoktak a digitális eszközökre, nyilatkozta az MTI-nek a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy telefonon vagy online senki ne adjon meg ismeretleneknek személyes vagy banki adatokat. Rétvári Bence kiemelte, különösen az idősek figyelmét szükséges erre felhívni. Az elkövetők módszerei folyamatosan változnak és bővülnek, a szélhámosok előszeretettel alkalmaznak újabb és újabb trükköket, hogy az emberek naivitását, jóhiszeműségét, figyelmetlenségét kihasználva meglopják őket. Rétvári Bence szerint ugyanakkor a hazai rendőri szervek is egyre éberebbek és folyamatosan dolgoznak azon, hogy felszámolják ezen bűnbandákat, valamint kampányfilmekkel, plakátokkal, közleményekkel hívják fel arra az állampolgárok figyelmét, hogy hogyan szúrják ki, ha a netes csalók akarják megszerezni adataikat vagy pénzüket. A Sajtószövetség fotóriporteri iskolájában kiváló alkotók tanítanak és nagyon sok tehetséget adnak a hazai és nemzetközi sajtónak, jelentette ki Bánkuti András fotóriporter a Heti TV Pirkada című műsorában. Bánkuti András beszélt a nagy elődökről, kiemelve Kertészt, Brassait, Moholy Nagyot és Kapát. Mindegyikük külföldön szerzett világhírnevet, de munkásságukra büszke lehet Magyarország. Mint megjegyezte, nagyon hasznos volt annak idején, hogy a magyar állam Robert Kapa életművének egy részét meg tudta venni, ám igaz, tette hozzá, a megvásárlás előtt érdemes lett volna szakemberekkel is egyeztetni, mert talán egy jelentősebb gyűjtemény került volna Magyarországra. Bánkuti szerint a mostani fotóriporterek is jelentős eredményeket érnek el. Példaként említette Hajdudi Andrást, akinek Hersonban készült képei komoly díjakat söpörtek be. Arra a kérdésre, hogy mennyire lehet egy jó telefonnal is minőségi fotót készíteni, a fotóriporter úgy válaszolt, hogy igen, lehet. Bánkuti András külön is beszélt a mai magyar fotográfia fotóriporterkedés nagyszerű alakjáról, a 92 éves Keleti Éváról. A zseniális fotósnak még a héten látható kiállítása Budapesten az Aranytízben régi képeiből, de szerencsére rövidesen a legfrissebb műveit is láthatják majd Gödöllőn. Bánkuti András szerint Keleti Éva egyik nagy titka, hogy közel tudott kerülni a szereplőihez, ez adja a keleti fotók egyik varázsát. Egy olyan emberről beszélünk, mondta a fotóriporter, aki 90 felett is dolgozik, alkalmazva a legmodernebb technikákat. Ő az, akire mindig érdemes és kell figyelni. Szent István király életműve arra emlékeztet minket, hogy van mit veszítenünk, ezért van is mit megvédenünk, mondta Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a nemzeti ünnep alkalmából, a tárca és a Magyar Honvédség központi ünnepségén a Bálna Honvédelmi Központban. A politikus kiemelte, Szent István király hatalmas és embert próbáló államalapító, államszervező és uralkodói munkájára emlékezünk ezekben a napokban. Tesszük ezt nem csak azért, mert erkölcsi kötelességünk, hanem azért is, mert Szent István király életműve emlékeztet minket arra, hogy van mit veszítenünk és van mit megvédenünk. Az államtitkár szerint a hazának szüksége van elkötelezett, hazáját szerető, erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra. Éppen ezért emlékezésünk csak akkor jó és hiteles, ha államalapító eleink példát és erőt adnak nekünk. Példát és erőt adnak a ma és a jövendő magyar katonáinak. Háromnapos programkavalkáddal várja az ünneplőket a Magyar Honvédség augusztus 20-a alkalmából 5 fővárosi helyszínen, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Azt írták, az érdeklődők a budai és pesti rakparton, a Városligetben, a Kóskároly sétányon és a Kapisztrán téren kapcsolódhatnak be a rendezvénysorozatba. Péntek óta a Városligetbe látogatók megismerkedhetnek a modern hadsereg mindennapjaival, a katonák életével, a Honvédség legújabb haditechnikai eszközeivel és harci járműveivel. Betekinthetnek a különböző alakulatok munkájába, kipróbálhatják a repülőgép szimulátort és a lézerlövészetet is. A Kóskároly sétányon harci járművet, Polariszt, PZH-2000-et és Leopárdot lehet majd megnézni, és napközben az altisztek, valamint a Magyar Honvédség sportszázadának katonái látványos bemutatókkal készülnek.
a Városligeti Napozó réten pénteken 6 órától a Válmárat koncertet, szombaton a különleges díszelgő csoport előadását lehet megtekinteni, de lesz közelharc bemutató és fellép a Katona zenekar is. Vasárnap augusztus 20-án a Kapisztrán téren szintén különböző bemutatókat tartanak a Magyar Honvédség katonái. Külföldi híreink. Az izraeli egészségügyi minisztérium arra figyelmeztet, hogy a Galileai tengerben való úszás súlyos szemfertőzést okozhat. A minisztérium közleményében azt írja, hogy az elmúlt napokban legalább 3 esetben jelentettek szaruhártya gyulladást és szaruhártya hegesedést, amelyet a vízben található mikroszporídia, egy gombás parazita okozott. Ez a gomba a szem körüli látszöveteken keresztül jut be a szervezetbe, miközben az ember úszik. A minisztérium arra kéri azokat, akik be akarnak menni a tóba, hogy viseljenek úszó szemüveget. Azokat, akiknél tüneteket tapasztalnak, arra kérik, hogy azonnal forduljanak orvoshoz. Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke a jövő héten utazik Izraelbe, ahol találkozik Joab Gallant védelmi miniszterrel és Herzi Halevi, az izraeli védelmi erők vezérkari főnökével, írta a Valla hírportál. A jelentés szerint a látogatás lehetővé teszi a Biden kormányzat számára, hogy felmérje, mekkora kárt okoz az IDF készenlétében az, hogy egyes önkéntes tartalékosok megtagadják a szolgálat teljesítését, tiltakozásul a keményvonalas koalíció ellentmondásos igazságügyi reformtörvénye ellen. Egyelőre nem világos, hogy Milley találkozik-e Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel. A Pentagon nem kívánta kommentálni a jelentést. Izraeli források szerint az utazás egyben búcsúlátogatás is Milley számára, aki októberben távozik posztjáról. A látogatását júniusra tervezték, de az utolsó pillanatban lemondta az oroszországi Wagner lázadás miatt. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök aláírta a parlament által július 27-én elfogadott törvényeket, melyek értelmében Ukrajnában 90 nappal november 15-ig hosszabbítják meg a hadi állapotot és az általános mozgósítást. Ez azt is jelenti, hogy az októberre tervezett választásokat nem lehet megtartani, hadi állapot alatt ugyanis tiltja az ukrán alkotmány. A hadi állapotot már 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború első napján hirdették, azóta pedig többször is meghosszabbították 90 nappal. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a nyáron arról beszélt, hogy legkorábban 2024-ben lehetnek választások, ha véget ért a hadi állapot. A parlamenti választásokat októberben tartották volna, míg az elnökválasztást 2024 tavaszán. Ezen kijelentése nagy visszhangot váltott ki nemzetközileg is. Tucker Carlson ezután arról beszélt, hogy a demokráciáért folytatott harc lehetővé teszi a diktatúrát. Úgy véli kérdéses, hogy mennyire demokratikus is az, ha Zelenszkij szerint elmaradhatnak a parlamenti választások idén és jövőre is. Rajong a judaizmusért az argentin Donald Trump. Az elnökválasztáson induló Javier Milley azt is jelezte, hogy Jeruzsálembe fogja költöztetni az argentin nagykövetséget. Az 52 éves karizmatikus közgazdász, akinek merész stílusa sokakat Donald Trump volt amerikai elnökre emlékeztet, jó esélyekkel indul az argentin elnökválasztáson. Amit azonban sokan talán nem tudnak, hogy Milleynek mély kötődése van a zsidósághoz. Bár ő maga nem zsidó, vezetői stílusát gyakran Mózeséhez hasonlítja, és gyakran hivatkozik bibliai elbeszélésekre, többek között a sabbátkor felolvasott Tóra részletre. A neves argentin zsidó hírcsatornának adott interjújában elmondta, hogy a judaizmus iránti rajongása akkor kezdődött, amikor közgazdaságtant tanított egy zsidó diáknak. Érdeklődését felkeltették a diák mélyreható kérdései, és miután utána járt, rájött, hogy ezek a kérdések a Talmudból erednek, amely folyamatosan az új kérdések felvetésére irányul. Légiúton menekítették ki a távoli északon élő embereket Kanadában, az Északnyugati Területek nevű közigazgatási régióból, ahol szükségállapotot hirdettek ki a rekordszámú erdő és bozott tűz miatt. A gyíren lakott régióból a lakosság 15%-át mintegy 6000 embert menekítettek ki. A térségben idén eddig 265 erdőtűz keletkezett, jóval több az elmúlt 10 év 185-ös átlagánál. A futótűzek eddig 130 ezer négyzetkilométeren pusztították el a növényzetet, okoztak károkat anyagi javakban és létfontosságú infrastruktúrákban. Híreinkről bővebben a brailleprice.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról.
Ma is fokozódik a hőség, este csak úgy, mint az elmúlt napokban kisebb zivatarok kialakulására lehet majd számítani, a hőmérséklet pedig 33 és 38 fok között alakul. Köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!